A szolnoki törvényszéken jogerősen befejeződött annak a 35 éves büntetlen előéletű férfinak a büntetőügye, aki 2022. november 18-án este, nem sokkal 8 óra után kunhegyesi otthonukban, Mérgében ököllel megütötte és ellökte az élettársát, aki ennek hatására az oldalával az egyik fatámlájára esett. Olyan szerencsétlenül, hogy eltört két bordája, és úgynevezett légmell, mellkasi levegőgyülem alakult ki nála. Előbbi 8 napon túlgyógyuló súlyos, utóbbi közvetett életveszélyes sérülés. Egyre nehezebben vette a levegőt, ezért mentőt hívtak, akik kórházba szállították, és csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhető, hogy nem alakult ki nála életet veszélyeztető állapot. A Jászhegy-Kunszolnok vármegyei főügyészség 2023. szeptember 8-án életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat a férfival szemben, és a vádiratban arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 2 év, 3 évig próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabására tett indítványt a férfival szemben. A szolnoki törvényszék előkészítő ülést tartott, melyen a vádlott vallomást tett, a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság ítéletet hozott. Vádlott bűnös testi sértés büntettében BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése, illetve 8. bekezdés első fordulata. Ezért a törvényszék a vádlottat 2 év szabadságvesztés büntetésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg. A szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggeszti. A próbaidő tartamára elrendeli a vádlott pártfogó felügyeletét. Ha a szabadságvesztés büntetés elrendelésére utóbb sor kerül, a vádlott legkorábban a szabadságvesztés 2/3 részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Kötelezi a törvényszék a vádlottat az eljárás során fölmerült 403.872 forint bűnügyi költségnek felhívásra, állam részére való megfizetésére. Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az, aki hirdetése napján jogerőre emelkedett.